És akkor a legfrissebb hírek következnek most. Május 9-én az orosz győzelem napja ünnepén Vlagyimir Putyin hivatalosan is hadat üzenhet Ukrajnának, és erre hivatkozva elrendelheti a tartalékosok mozgósítását Oroszországban. Ezt írja a CNN nyugati tisztségviselőkre hivatkozva. Május 9-ével kapcsolatban eddig olyan feltételezések vetődtek fel, hogy az oroszok akkor vethetnek véget a háborúnak, és jelenthetik be az eddigi sikereiket. Ferenc pápa szerint ezt mondta neki még Orbán Viktor is, aki meglátogatta ugye a Vatikánban. Most azonban az is felvetődött, hogy Vlagyimir Putyin a katonai parádi alkalmából nem csak a győzelmeket jelentheti be, hanem elrendelheti azt is, hogy fokozza az erőfeszítéseket azért, hogy legyőzzék az ukránokat, és ennek a része lenne az is, hogy hivatalosan is hadat üzen az országnak. Az orosz kormány eddig ugye tagadta, hogy háború zajlana Ukrajnában, és különleges hadműveletként hivatkozott az ukrajnai harcokra. Egyre több nyugati tisztségviselő azt mondja, hogy ez hamarosan véget érhet. Azt hiszem, hogy tovább akar lépni az ő különleges hadműveletétől, már elő is készítette a terepet ahhoz, hogy azt mondhassa, nézzétek, ez most egy háború a nácik ellen, és több emberre van szükségem. Így fogalmazott Ben Wallace brit védelmi miniszter, aki szerint, ha Putyin hadat üzen, akkor elrendelheti a tartalékosok mozgósítását és a sorozást. Az látszik, hogy május 9-én nem fog véget érni a háború, és sokak szerint eszkalálódik a helyzet. Érdemes meghallgatni a mai interjút Robert C. Castell-el, aki ugye Izraelben élő biztonságpolitikai szakértő, egyébként innen a Székelyföldről származik. Ő is így látja a helyzetet, sőt, ő azt sem zárja ki, hogy az oroszok egy ponton tényleg bevetik a taktikai atomot, és azt mondja, hogy lehetnek figyelmeztető atomkísérletek, robbantások, és utána pedig érdemes lesz odafigyelni. Hát adja Isten, hogy ne legyen igaza, de hát tényleg az látszik azért, hogy nem jó irányba megy a világ. Eközben Ned Price, az amerikai külügyminisztérium szóvivője azt mondta, hogy ha Oroszország valóban hadat üzen a győzelem napján, az azért lenne ironikus, mert ezzel pont azt bizonyítanák a világ előtt, hogy milyen kudarcokat szenvedtek el eddig az invázió kezdete óta. Biztos vagyok benne, hogy többet hallunk még Moszkvából a május 9 előtti napokban, és abban is, hogy önök többet hallanak az Egyesült Államokról és partnereinkről, beleértve a NATO-t is ezekben a napokban. A CNN szerint az oroszok a fentiek mellett több dologgal is próbálkozhatnak még május 9-e alkalmából, bejelenthetik azt, hogy népszavazást írnak ki Luhanszk és Donyeck annektálása véget, és ha sikerül elfoglalniuk addig az Azovsztál gyárat Mariupolban, akkor bejelentik, hogy most már tényleg teljesen az övék a város. Vagy megpróbálnak partra szállni Odesszánál, megnyitva ezzel egy új frontot, erre az eshetőségre az ukránok már a háború eleje óta készülnek, és a napokban egyre gyakrabban érik rakétacsapások a várost és a környékét. A napokban egyébként már a donyecki szakadárok vezetője is írt arról, hogy elsősorban a múlt héten Moldovában történt incidensekre hivatkozva, hogy a Donbass elfoglalása esetén megkezdődhet a különleges hadművelet újabb szakasza, ezúttal az Index hírét szemléztem egyébként. Aztán Volodymyr Zelenszky beszédet intézett hétfő este, ebben először reagált Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentésére, aki azt mondta, hogy Hitler is részben zsidó volt, így az ukrán elnök is lehet, hogy zsidó származású náci. Zelenszky azt mondta, hogy Lavrov a zsidókat hibáztatja a náci rémtettekért, amit elfogadhatatlannak tart, és kíváncsi arra, hogy Izrael hogyan reagál majd, hiába szenved az ukrán zsidóság, a moszkvai vezetőség nem szólal fel az ilyen állítások ellen. Zelenszky azt várja, hogy az izraeli nagykövet tiltakozásul elhagyja Oroszországot. A Jedvesen vezetője egyébként tiltakozott Szergej Lavrov kijelentésé miatt, ami egyébként nem Szergej Lavrov fejéből pattant ki. Ez a vita régóta jelen van. Egy érdekesség, hogy Morvai Péter, a Hetek újságírója készített interjút még 2021. március 4-én egy olyan zsidó pszichológus kutatóval, aki szerint egyértelmű Hitler nagyapjának a zsidó származása, illetve ami szintén érdemes még megemlíteni, hogy ugye itt egy DNS vizsgálat az nagyon gyorsan kideríteni ezt a kérdést, és Morvai Péter az ABC News
híreire hivatkozva azt mondja, hogy minden valószínűség szerint ezt a DNS vizsgálatot egyébként az oroszok meg is csinálták, bár az amerikaiak próbálták cáfolni, hogy eredeti az a koponya és vérminta, amely elvileg Hitleré és az oroszoknál van, ezt állítólag Hitler öngyilkossága után egy kerevet szövetéből vették. Most a KGB archívumának igazgatója azt mondta, hogy ez nem hamis, hanem eredeti, és azt állítja, hogy Adolf Hitler és Eva Braun maradványait csak 1970-ben semmisítették meg, addig az NDK területén tartották titokban, és a koponya ma is megvan. Természetesen nem szeretnék belemenni abba a vitába, hogy Hitler zsidó származású volt vagy sem, a történelmi bűnei szempontjából szerintem ez teljesen mindegy amúgy is, de minden esetre ez egy érdekes történelmi adalék. Aztán meglepő kijelentést tett Ukrajna Nemzetbiztonsági Tanácsának elnöke is, Oleksij Danilov nyilatkozott az ukrán televíziónak, és azt mondta, hogy Kijev a békeszerződés helyett csak olyan dokumentumot írhat alá Moszkvával, amely Oroszország vereségéről szól. Azt is mondta, hogy ezt az okmányt minél előbb aláírják, annál jobb lesz az országuknak, és a tisztviselő korábban az interjúban megjegyezte, hogy Volodymyr Zelenszky elnök hivatala kezeli a tárgyalásokat, nem pedig a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács. Nekünk megvan a saját véleményünk, az elnök ismeri az álláspontomat a kérdésben, és azt is hozzátette, hogy szerinte Zelenszky nem fogja megsérteni Ukrajna alkotmányát, amely garantálja az ország területi integritását és NATO csatlakozási törekvéseit. Aztán később Zelenszky tanácsadója Alekszej Aresztovics szóba hozta ezt az interjút, méghozzá azért, mert Mark Feigin, aki egy aktivista, youtuber, vele beszélgetett, és a kijelentését kommentáltatta, és azt mondta Aster Aresztovics, hogy az kijelentés nagyon egyszerű, nem lesz békeszerződés Oroszországgal, csak az Oroszországi Föderáció kapitulációjára lehet számítani. Arra a kérdésre, hogy Danilov felhatalmazást kapott-e ilyen kijelentések megtételével, Aresztovics azt mondta, nem csak úgy tesz ilyen kijelentéseket, ő az egyik legmagasabb rangú tisztviselő, ez egy teljesen új valóság. Moszkva azt akarja, hogy Ukrajna mondjon le NATO csatlakozási szándékáról, valamint ismerje el a Krímet Oroszország részeként és a Donbass köztársaságok függetlenségét. Moszkva emellett Ukrajna demilitarizálására és nácimentesítésére is törekszik. Aztán Volodymyr Zelenszky azt mondta, hogy blokkolni kell majd minden export-import műveletet Oroszországgal kapcsolatban, ez a tegnap esti tévébeszédének részlete. És ugye a Szergej Lavrov náci kijelentésére is reagált, azt mondta, hogy ezért állt össze a szabad világ, hogy senki ne igazolja a nácizmust, hogy ne öljenek gyerekeket, vagy romboljanak le békés városokat, ahogy ezt Oroszország teszi. Beszélt a dán külügyminiszterrel való találkozójáról is, és azt mondta, hogy úgy látja, hogy tovább tudják mélyíteni a kapcsolatukat, jó jeleket kapott a minisztertől. Új szankciókon is dolgoznak, megint sürgette, hogy a szövetségesek vessenek ki embargót az orosz olajra és földgázra, hogy a terrorista állam ne kapjon napi 1 milliárd eurót tüzelőért, de érdemes már most felkészülni a következő szankciólépésekre is, mindenképpen blokkolnunk kell majd minden export-import műveletet Oroszországgal, mert ezen keresik a pénzt Moszkvában. Nagyon érdekes, hogy a megtámadott ország vezetője Zelenszky gyakorlatilag már ultimátumokat kezd adni a nyugati világnak és az egész világnak, és egy kicsit úgy viselkedik, mintha ő egy nagy hatalomnak a vezetője lenne. Érdekes ez az érdekes ez az ukrán öntudat egyébként, hogy miközben egyrészt játsszák az áldozati szerepet, és nyilván a civilek áldozatok is, és ez nem kérdés, illetve mégiscsak Ukrajna lett megtámadva, de hogy elkezdik ebből az erkölcsi magaslatból egyből diktálni a tempót, tehát elkezdik mondani, mit kéne csinálni az egész világnak. És ugye látjuk azt is, hogy most már semmifajta, ezekből a nyilatkozatokból az is kitűnik, hogy semmifajta békére vagy tűzszüneti megállapodásra nincs esély, ők már csak az Orosz Föderáció kapitulációjára számítanak. Nyilván ennek egy jó része kommunikáció, de nagyon érdekes megnézni ezt a fajta kommunikációt, ami jelenleg zajlik. A NATO európai erőinek korábbi főparancsnoka azt mondta egy rádiós interjúban, hogy az oroszok
inkompetens módon hajtják végre az ukrajnai inváziót, ami ahhoz vezetett, hogy még a tábornokaik közt is nagyon magas a halálozási ráta. A modern történelemben nem volt olyan ehhez hasonlítható helyzet, amikor ennyi tábornok halt volna meg egyszerre. Az orosz oldalon legalább egy tucat tábornok már meghalt, már ha nem több. És a volt főparancsnok arról is beszélt, hogy a tábornokok halála mellett az oroszok inkompetenciáját példázzák még a logisztikai nehézségek, a haditerveik kidolgozatlansága, valamint az is, ahogyan a fekete-tengeri zászlós hajójukat, a Moszkva rakétacirkálót elveszítették. Oroszország május közepéig megkísérli a Donyecki és Luhanszki régiók annektálását, valamint a Herszoni népköztársaság létrehozását, ezt jelentette be Michael Carpenter, az Egyesült Államok EBSZ nagykövete. Az Egyesült Államok hírszerzése szerint Oroszország május közepéig népszavazást tervez az Oroszországhoz való csatlakozásról a Donyecki és Luhanszki régióban, és hasonló tervei vannak Herszonnal is. A CNN azt írta, hogy Carpenter szerint az orosz hadsereg azért rabolja el a helyi ukrán képviselőket, hogy helyükön Moszkvához lojális vezetést hozzon létre. Nyilatkozott a háborúról az Egyesült Államok korábbi elnöke Donald Trump is. Vladimir Putyin orosz elnök már nem tiszteli az amerikai vezetést, és ezt a tisztelet hiányát azzal demonstrálja, hogy állandóan atomfegyverekről beszél. Ezt panaszolta Donald Trump volt amerikai elnök. Egy nebraszkai nagygyűlésen felszólalva azt mondta, hogy Joe Biden kormányával ellentétben az ő vezetése alatt Amerika erős volt, Amerikát tisztelték, mint talán még soha. Most más országok vezetői még az Egyesült Államok elnökének telefonhívásaira sem válaszolnak, mondta, nyilvánvalóan azokra a márciusi jelentésekre utalva, amelyek szerint Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek vezetői nem voltak hajlandóak telefonbeszélgetést folytatni Bidennel a megugró olajárak megvitatására. Trump szerint Bidennek fogalma sincs, mi történik, utalva egy nemrégiben történt incidensre, amikor a 79 éves Biden látszólag úgy ajánlott fel egy készfogást, hogy senki sem volt ott, aki fogadta volna azt. Putyin viszont állandóan atomfegyverekről beszél, mondta Trump, és azt is állította, hogy korábban senki soha nem beszélt atomfegyverekről, nem beszélünk atomfegyverekről, egyszerűen nem beszélünk róla, túlságosan pusztító, mondta Trump, rámutatva arra is, hogy kormánya teljesen átépítette a nukleáris arzenáját, mert mások is ezt tették. Oroszország ukrajnai támadása az USA Biden alatti gyengesége és inkompetenciája miatti történet, amit szerinte az Afganisztánból való elhamarkodott kivonulás is bizonyított tavaly. Hétfőn erős, de alátámasztás vagy forrás nélküli megállapítást tett Oleksij Danilov, az Ukrán Védelmi Bizottság és Védelmi Tanács titkára egy tévés interjúban. Azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin elárulta a magyar vezetésnek, hogy az oroszok lerohanják Ukrajnát, és előre árulta el ezt el, a magyar kormány pedig területeket akar szerezni Ukrajnától. Az elhangzottakra Mentzer Tamás külügyi államtitkár reagált a Facebookon. Döntésünk világos, nem szállítunk fegyvereket az Ukrajnában zajló háborúra. Ezt a kérdést a magyar emberek április 3-án meglehetősen világosan eldöntötték. Értjük, hogy ennek a döntésnek az ukrán kormány nem örül, de ezen a döntésen akkor sem fogunk változtatni, ha durvábbnál durvább hazugságokat, nonsens történeteket találnak ki nap mint nap. Fontos és komoly nyilatkozatot tett Franz Timmermans is. Azt mondta, hogy fűtsenek kevesebbet, járjanak biciklivel, és mosás helyett szellőztessék inkább a ruháikat. Ezt az európaiaknak javasolta Franz Timmermans, a zöld átállásért felelős bizottsági alelnök az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságának ülésén. Timmermans szerint elfogadható, hogy a lakosság is kivegye a részét az Oroszország elleni fellépésekből. Tóth Edina, a Fidesz Európai Parlamenti képviselője a Hír TV-nek elmondta, megkérdezte a biztost arról, hogy lesznek-e törvények a lakossági felszólításokból. Timmermans az ülés elején azt kérte, hogy a polgárok kapcsolják ki a fűtést az otthonaikban. Európai szinten is hasonló intézkedéseket kezdeményez az EU, és elő akarja-e írni, hogy hány fokja akarják fűteni az épületeket. A gyakorlatban hogyan akarják ezt ellenőrizni? Kérdezte a magyar képviselő, mire a bizottság elnöke azt mondta, miért helyezem nyomás alá a háztartásokat? Én nem helyezek extra nyomást a háztartásokra, csak a polgártársaimnak azt mondtam, hogy ők is tehetnek valamit azért, hogy kevesebb pénz vándoroljon Putyin zsebébe. Persze választhatnák azt is, hogy nem csinálnak semmit, de dönthetnek úgy is, hogy kevésbé fűtenek, inkább biciklivel mennek, nem autóval, rövidebb ideig zuhanyoznak, hogy a
a ruháikat kiszellőztetik, ahelyett, hogy kimossák. Jöjjenek akkor újabb külpolitikai hírek ezúttal, mert nem csak az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. Joe Biden dezinformációs kormányzati testületet hoz létre. A testület vezetésével Nina Jakovicot, az ukrán külügyminisztérium korábbi kommunikációs tanácsadóját bízták meg, aki 2 éve kijelentette, hogy a kormánynak felesleges a dezinformációkkal foglalkoznia. A Biden adminisztráció elindítja az úgynevezett dezinformációs kormányzati testületet, amely a Honvédelmi Minisztérium égisze alatt fog dolgozni az állítólagos félretájékoztatás ellen. A bizottság jövőbeli működése azonban felvet néhány kérdést. A legnagyobb ellentmondás a bizottság vezetőinek személye körül van, az ugyanis köztudott, hogy Nina Jankovic nem egyszer terjesztett már dezinformációt. Az orosz Trump összeesküvés elméletét egy könyvben fejtette ki, de a legutóbbi Hunter Biden laptopjáról kiszivárgott, a Biden család ukrán gazdasági kapcsolatait bizonyító információkkal kapcsolatban is hamis híreket terjesztett. Tehát a gyakorlatban úgy kell elképzelni az orwelli igazságminisztérium működését, hogy az nyugodt szívvel fogja elhallgatni a valóságot, hogy helyet és teret adhasson majd a Bidenék javát szolgáló dezinformációknak. Nem új keletű szokás, hogy a közösségi platformok valamilyen ideológiát és annak terjesztésére használt híreket protezsálnak. Erre a legjobb példa Zuckerberg diktatúrája, aminek köszönhetően a Facebookon megnyilvánuló vélemény, vagy a liberális mainstreamet követi, vagy nincs is, mert törlésre kerül, jobb esetben csak a bejegyzés és a komment, rosszabb esetben a profil. A dezinformációs bizottság felállítása ennek a vélemény diktatúrának a következő lépése. Már most kezdjen el felkészülni a koronavírus még halálosabb változatainak jövőbeli megjelenésére. Ezt tanácsolja Bill Gates, aki arra figyelmeztetett, hogy az egészségügyi világszervezet, azaz a WHO finanszírozásának növelésével megvalósuló nemzetközi egészségügyi felügyelet az egyik módja annak, hogy megelőzzük a világjárványok kitörését. A Microsoft alapítója azt mondta, hogy nem akar vészjóslóan és borulátóan fogalmazni, de figyelmeztetett, hogy fennáll a veszélye egy még fertőzőbb és még halálosabb változat kialakulásának. A Financial Times-nak adott interjújában elmondta, hogy ennek kockázata jóval 5% felett van, és ez azt jelenti, hogy a világ még nem látta a világjárvány legrosszabbját, ha előrejelzései valóban beigazolódnak. Bill Gates figyelmeztetett, hogy miközben az ukrajnai háború uralja a nemzetközi napirendet, a globális vezetőknek nem szabad szem előtt téveszteniük az egészségügyi válságot, még akkor sem, ha ő maga fáradhatatlanul repked a világban, hogy előadásokat tartson az éghajlati kérdésekről. Nagyobb beruházásokra szólított fel a jövőbeli járványok megelőzése érdekében. Vadnak tűnik számomra, hogy nem tudnak ránézni erre a tragédiára, és a világ polgárai nevében nem teszünk ilyen beruházásokat. Ezt mondta Gates a Financial Times-nak. Elismerte, hogy kérdéses, sikerül-e nemzetközi konszenzusra jutni a svájci Genfben működő WHO finanszírozásának növelésére, de úgy vélte, hogy a WHO az egyetlen olyan szervezet, amely képes lenne létrehozni és irányítani azt a csúcsminőségű csapatot, amelynek működési költségei becslései szerint évente mintegy 1 milliárd dollárra rúgnának. Beszéljünk egy kicsit az Európai Unióról. Számos európai parlamenti képviselő arra figyelmeztet, hogy az Európai Unió a szuperállamiság felé tart a közelmúltban megfogalmazott ajánlások nyomán, amelyek szerint a blokk számos hatáskört átvenne a nemzeti kormányoktól. Az Európai Unió választott parlamenti képviselői arra figyelmeztettek, hogy az úgynevezett Európa jövőjéről szóló konferencia legutóbbi ajánlásainak köszönhetően a tömb a szövetségi szuperállamiság felé tarthat. Ezért ezek között szerepel az ellentmondásos uniós szintű politikákkal szemben fennmaradó nemzeti vétójogok megszüntetése, az egyhangúság szükségességének megszüntetése bizonyos érzékeny területeken, valamint egy közös hadsereg létrehozása, ami az Európai Uniót még inkább az Amerikai Egyesült Államokhoz teszi hasonlóvá. Dr. Gunnar Beck szerint, aki az Európai Parlament identitás és demokrácia képviselő csoportjának tagja, a konferencia számos javaslat
például az adózás, a védelem és a migráció terén komoly fenyegetést jelent az Európai Unió egyes tagállamainak szuverenitására, és akár pusztító következményekkel járhat, ha a javasolt intézkedések közül akár csak néhány hatályba lép. És akkor a műsorunk végén néhány kommentet szeretnék beolvasni. Erdélyi magyar vagyok, de szégyellem magam miattatok. Amerika háborúja. Mit találtok még ki, csak hogy ne segítsétek Ukrajnát? Mikor látjátok be, hogy Oroszország egész Európát támadta meg, amikor azt hittük, hogy a háborúk már csak a történelemkönyvekben léteznek? Mikor látjátok be, hogy Oroszország nem fog addig leállni, amíg vereséget nem szenved? És igen, vereséget fog szenvedni, mert az európaiak többsége nem attól fél, itt a fél helyett egy másik szó van, hogy mi lesz, ha Putyin elzárja a gázt, hanem alternatívát keres és spórol. De kinek magyarázok én, amikor szerintetek mindenki más hülye rajtatok kívül, ezt Noca Poca nevű kommentelőnk írta, én pedig nem szeretném ezt kommentálni, de beolvasom, hiszen a vélemény az szabad, és itt szeretném, hogy ez így is maradjon. Aztán valaki azt írta, hogy az előző műsorunkat az autó hátsó oldalán, vagy hátsó ülésén vettem fel. Takács Viktor írja, üdv szinte észlelhetetlen, csak néha hallottam ki a remegést a hangodból, betudtam az utak esetleges viszontagságainak, a navigációt nem hallottuk, a légkondit sem. Gratulálunk és köszönjük a szemnyitogató műsorokat, további szép napot és sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen. Valóban akkor így bicsaklott meg a hangom, amikor valami döccenőn mentünk át, ez Erdélyben azért előfordult. A légkondi ment, a navigáció is ment, csak le volt némítva, és a feleségem pedig nagyon jól vezetett, úgyhogy ezúton is köszönöm neki, hogy segített ebben. Szekrény Nulla nevű kommentelünk azt írja, két dolgot tudtunk meg a mai adásból, egy, Nógrádi Mercedesének jó a hangszigetelése, kettő, a feleséged agresszívan vezeti a Mercit, ezért potyog minden a kocsiban, de még ezeket sem lehetett hallani. Hát az a helyzet, azt elárulom kulisszatitokként, hogy Nógrádi tanár úr Mercedesszel érkezett, a feleségével és a lányával, én viszont a feleségemmel és Bencével, a munkatársunkkal egy Audival érkeztünk, kinek a Mercedes, kinek az Audi, és a feleségem nem vezette agresszívan annyira a nem Mercit, hanem Audit. Ennek ellenére időnként valóban potyogtak a különböző tárgyak, ez egyébként az egész útra igaz volt. Kedves hallgatóink, ez volt a mai Hírmix, köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy velünk tartottak. Ma még itt vagyunk Désen, holnap pedig visszaindulunk Magyarországra, csütörtökön pedig Szombathelyen lesz Ultrahang közönség találkozó. Ide is várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel, és lesznek majd közvetítések is, részletek is. Akkor még ide a végére mondanék annyit, hogy kétfajta kommentet kaptam, egy, hogy miért nem teszünk minden adást teljes mértékben közzé. Nos, a támogatóinknak ez elérhető, illetve fokozatosan most már fel fogjuk tenni a teljes előadásokat is. A másik komment viszont, amit hallottam, hogy nem érdemes minden adást megnézni, mert a tanár úr Nógrádi György mindenhol ugyanazt mondja. Nos, egy előadás során azért szeretnénk, hogy minden egyes városban megkapják a hallgatók az alapinformációkat, tehát valóban van, amikor ugyanaz, de a kérdések azok viszont a hallgatókon múlnak, és a kérdésekkel alakítják a műsort, és az elmúlt 4 nap során nagyon-nagyon sok nagyon jó kérdés érkezett, úgyhogy itt pedig számos újdonság van, de valóban vannak ismétlődő elemek, ezeket nem vitatjuk. Hát nyilvánvalóan ez egy kicsit olyan, mint a színházi előadás, hogy minden városban ugyanazt a darabot adják elő. Talán ez abban különbözik, hogy itt a közönségnek jóval nagyobb beleszólása van abba, hogy mi legyen a műsor, mik legyenek a kérdésekre adott válaszok. Ez volt a mai Hírmix, mindenkinek csodás napot kívánok, viszonthallásra.